A járvány visszaszorulása lehetővé teszi, hogy ebben az évben is megtartják az ott alvós Erzsébet táborokat a Balaton partján. A programok folyamatosak és színesek lesznek idén is. Különféle foglalkozások biztosítják a vasárnaptól péntekig táborozó gyermekek kikapcsolódását. Naponta közel 60 programból tudnak választani a gyerekek. Itt a digitális világon keresztül, a kutyás bemutatón át, a színházi előadásokig gyakorlatilag mindenre kell gondolni. Ezen kívül van sárkányhajózás, sétahajózás és természetesen a strand. Tehát gyakorlatilag majdnem minden érdeklődő gyereknek tudunk programot mondani. Hogyha most ebből még kiemelek, hirtelen eszembe jött például a Fővárosi Nagy Cirkusszal, cirkuszanimációs programunk lesz, az azt jelenti, hogy nem cirkusz előadást látnak a gyerekek, hanem maguk próbálhatják ki a különböző cirkuszi mutatványokat, vagy különböző cirkuszi kellékeket. Az Erzsébet táborok mellett idén is lehetőség nyílik a napközis Erzsébet táborokra, amelyet a gyermekek lakóhelyén szerveznek meg. A diákok a megszokott környezetükben lehetnek, azokkal a tanárokkal, felnőttekkel, akiket már jól ismernek. A táborozóknak programokat szerveznek, és napi 4-szeri étkezést is kapnak. A szülőknek csak egy jelképes összeget, napi 100 forintot kell megfizetniük. Amiben nagyon fontos kikötésünk, hogy a napi 4-szeri étkezést biztosítani kell, és hogy legalább egy külsős kirándulásnak kell lenni a héten, tehát gyakorlatilag itt helybe tudjuk vinni a tábor, nem mi szervezzük a táborokat, hanem szakmai segítséget és pénzt nyújtunk a közoktatási intézményeknek ehhez, de gyakorlatilag az a célunk itt is, hogy tartalmas időtöltés legyen, tehát ne gyerekmegőrzés legyen a táboroztatás, hanem tényleg élményekkel teli időszak legyen a gyerekek életébe ez a egy hét. A Zánkai és Fonyódligeti Erzsébet táborokban a Betesda Gyermekkórház szakemberei gondoskodnak a biztonságról, a strandon vízimentők is vigyáznak a fürdőzőkre. A koronavírusos helyzetre tekintettel az ott alvós Erzsébet táborban idén a 18 év felettiek számára szükséges a védettségigazolvány. Ez a dolgozókra, a program lebonyolítóira, előadókra és a gyermekekkel együtt érkezőkre is vonatkozik.